Sziasztok, itt vagyok ismét Gödöllő állami telepek megállóhelyen. Mióta itt újraindult a forgalom, nem jártam ezen a vonalon. Pláne ezen a megállóhelyen, viszont az átépítés előtt már csináltam innen egy vlogot, úgyhogy most megnézzük, hogy mi változott. Ezt látjátok, hogy a peron az szokásos viakolor, többi szelvénykövet is újra rakták, viszont megmaradt a régi eső beálló. Meg fogom közelebbről is nézni, de ezt meghagyták. Tehát végre egy jó döntés is van. Még a régi állomás névtábla is megvan, viszont arra fele meg már kitették az újat is. És látjátok, hogy van hangos bemondó és térvilágítás is. Ez úgy emlékszem, hogy a korábbi megállóhelyen egyik sem volt. Viszont itt volt egy átjáró valahol itt a sineken, azt megszüntették. Tehát itt a peron közepén régen volt egy átjáró, az megszűnt. És helyette ott egy fénysorompós épült ott a szélén, tehát két vágány között az átjárás az csak ott létezik. És közben váltott a fénysorompó, úgyhogy valami jönni is fog. Ezt nézzétek, itt van az új átkelő. És a fénysorompó is érdekes, mert nem a megszokott. A szokatlan a formája. És hát láttátok, elment egy tehervonat. És nézzétek meg, ez a új átkelés. Most már a vágányokon átjárni csak itt lehet. Ugye, egy egyszerű labirintkorlát és fénysorompó is települt ide. Régen fénysorompó nem volt itt. Viszont ez a fénysorompó, ezek érdekes, hogy mind a kettő. Na, mindegy, kicsit közelebbről is megnézzük, tehát nézzétek meg a hátulját. Ez nem az a tipikus fénysorompó, tehát ez most De mivel újonnan rakták ide, tehát szerintem ez még idén, mert még tavaly sem volt itt. Úgyhogy lehet, hogy most ez lesz az új dizájna. Vagy maradt valahonnan, és akkor azt tették ide. De egyébként ledes, tehát ilyen korkövetelménynek megfelel, tehát nem izzószálas, hanem ledes. A fehér is, meg a piros is, tehát... És nézzük csak meg, hogy van ott valami szégjelzés. Hát nekem nem ismerős. És még egy korlát is épült a két vágány közé. De egyébként az EU-s átépítéseknek a kötelező elemei megvannak. Az egyenviakoló, peron, térvilágítás, hangos bemondó. Tehát ugye nyilván aluljárót nem építettek, mondjuk ide nem is lett volna értelme. Amekkora kihasználtsága van ennek a megállónak, szerintem olcsóbb volt egy fénysorompós átjáróval megoldani a biztosított átkelést. És hát végülis az akadálymentesítésnek is megfelel. Ott épült egy lámpa is, tehát itt régen csak egy ilyen sáros földút volt. Tehát végül is akadálymentesítésen nincs probléma, és az a követelmény, meg talán átépítésnél úgy tudom, hogy az is követelmény, hogy biztosított átjárók legyenek, ahol ilyen nagysebességű vasúti pályán az kötelező még a gyalogos átjáróknál, és akkor is, hogyha egyébként élvezé két ember száll le havonta. De egyébként úgy tudom, hogy arról is volt szó, hogy ezt a megállóhelyet megszüntetik, szerencsére nem így történt, mert ugye nincsen nagy kihasználtsága valóban, tehát itt látjátok, hogy a környéken nem sok minden van, viszont az arborétum nincs innen messze, és egy kis vasút is épül az arborétumba, amit egyébként most meg is fogok látogatni, azért is vagyok itt. Meg errefele azért van egy-két nagyobb telephely, tehát ilyen cégeknek, tehát ide még dolgozni is valószínűleg itt van, aki vonattal be tud járni. Tehát a megállóhely létjogosultság az van, tehát szükség van rá. És akkor mindjárt szétnézünk akkor
ha már itt vagyok a megállóhelyen, mert egyébként a gödöllői kisvonat csak 16-kor indul, úgyhogy addig még eljöttem ide, és akkor alaposan körülnézek. Tettek ki személygyűjtőket, remélhetőleg azért üdítik is, nem csak így kirakták, aztán utána sorsára hagyva itt van. És egyszer csak megtelik, aztán ugyanúgy mindenki dobálja mellé a szemetet. Tehát ezek hasznos dolgok, hogyha egyrészt az utasok használják is, mert másrészt, hogyha tényleg, hogyha rendszeresen üdítik, hogy legyen is értelme kitenni. Úgy láttam, a távolból meg így jönni fog valami, de a fénysorompó még nem váltott át. És igen, van egy zöld térközünk. Bár még az nem jelenti azt, hogy vonat is fog jönni. De hát látjátok, ez a térközjelzés milyen messziről, aha most váltott, hogy milyen messziről látszik. Tehát valószínűleg már itt is ledesekkel raktak ki újonnan. És a kötelező kellékek kim vannak, érkező és induló vonatok. A személyvonatok úgy általában óránként vannak, és mindegyik itt meg is áll. Tehát látjátok, 60-i személy, 14-44-kor az Egri is megáll. Tehát Eger visszakapta a közvetlen vonatát, így egy év után lassan. Tehát tényleg itt fel van a tételesen sorolva a megálló vonatok, és azért van egy pár, tehát az elég sok megáll itt. Hát mondjuk óránként el lehet jutni a keletibe, és hoppá is. Érkezik egy vonat, úgyhogy akkor ezt most lefilmezem, aztán folytatom. Látjátok, hogy bár kint hagyták a régi megálló névtáblát, de felkerültek az újak is. Ugye az egyen dizájn az itt is megvan. A régit azt gondolom meghagyták, mert hogy enni nem kér, de egyébként helyesen. És itt van a két épület, még a múltból, de abban szinte biztos vagyok, hogy ezekhez nem nyúltak hozzá, csak itt hagyták. Ami egyébként szerintem helyes, hogy nem bontották le, mert szükség lehet rá, bár mondjuk ez a WC, ez akkor is olyan volt, hogy ide azért benézünk. Hát, szerintem egy potty, igen. Hát a pottyantós, hogy hát meghagyták végül is, enni nem kér. Meg hát lebontani, meg hát még valószínűleg csak pluszköltség lett volna. Meg hát szükség esetén a semminél ez is jobb. Aztán nem tudom, mi lesz vele, ha egyszer megtelik. Nem biztos, hogy erre már költenek még annyit, hogy mondjuk kiszippontsák valamit csináljanak vele. Egyszer lehet, hogy csak simán betemetik. Vagy még rosszabb sorsára hagyják. Az meg a régi esőbe álló. Igazából ezt sem láttam, hogy volna értelmét lebontani, legalább hogyha esik az eső, akkor van hova behúzódni. Tehát szintén ez a semminél egyen jobb. De tettek ki új menetrendeket is ráadásul. Hát mondjuk igen, ez a sok idéglenes menetrend a vágányzáraknál, ez még azok. Ezek a vágányzári menetrendek. De ezeket idén tették ki, legalább erre gondoltak, meg használják is ezt az épületet így legalább valamire. És látjátok, itt az elkészült vágány. Egyébként eddig állami telepi megvan mind a kettő most már így. És ez az új építésű vágány. Néztem, a betonaljakon a feliratot próbálom megmutatni. 40. Sínszálak is teljesen újak, ezek már... Na, 60 kilósak, ha jól látom, de ugye ez már nem Diósgyőri, ezeken nincsen felirat, legalábbis nem mindegyiken, meg nem mindenhol. Meg hát összeheggesztett vágány ez. De valószínűleg akkor Gödöllőig a két vágány megvan. Mert december 8-ától részlegesen fel lett oldva a vágányzár, tehát még az is lehet, hogy aszódig megcsinálták már mind a kettőt. Bár lehet, hogy teljes egész éve csak egy járható, de legalább most már az Intercity-k meg a Meg a legtöbb vonat azért már végig tud járni. Sőt, úgy tudom, hogy vonatpótló autóbusz nem is kell, max csak Aszódnál esetleg, vagy 60-ba átszállni néhány vonatról, de ennek majd még utána kell nézzek, mert... És a Gödöllői kisvasút az viszont itt fog jönni. Majd. És itt lesz a végállomás, az lesz, hogy az egyik vágány az biztos, hogy eljön eddig, hogy közvetlenül át lehessen rászállni. Ez a végleges terv, most kb. 400 méter van kész belőle az arborétumon belül. Tehát most így a
a leendő kisvasútnak a töltésén fogok sétálni az Arborétumba. Hát itt ezen az úton tovább, és valószínűleg egyébként itt majd lesz egy kitérővágány, és tehát jöhet erre a kisvasút, és akkor itt lehet egy kitérővágány, ami vagy sonka, vagy pedig ugye nyilván mind a két oldalán váltókkal, hogy itt körbe tudjon járni a mozdony, miután ugye kijött eddig. Tehát szerintem itt lesz egy kétvágányos végállomás a kisvasútnál, legalábbis így lenne a logikus, aztán majd meglátjuk, hogy fog kiépülni, ha kiépül, mert biztos, hogy akkor is majd előbb-utóbb kijövök ide videózni. Ugye most ilyen Mikulás vonattal fogok utazni a már elkészült szakaszon. Tehát addig be kell sétálni. Körülbelül egy olyan 200-300 méterre van az Arborétumnak a bejárata. A következő útátjárónál egyébként. Úgyhogy addig hát ezen a sáros úton kell menni, nincs más. És akkor lássátok feleim, itt a következő átjáró. És ez az út volt az Arborétumhoz. És érdekes, hogy itt is ilyen fénysorompókat raktak ki. Jó, a fókusz visszakaptuk, tehát akkor látjátok, hogy a fénycsorompó ledes. Lehet, hogy nekem szokatlan ez a forma, meg ez az elrendezés, de én máshol ilyet még nem láttam. És itt viszont már sorompós átjáró is van. Na, erre viszont nem emlékszem, hogy ebben az átjáróban régen az átépítés előtt volt-e sorompó, vagy nem volt. De hát mostában úgy látom, vonat nem fog jönni. Különben még egy zárás megnéztem volna. Ja, a telefonom meg éppen nem előben van a töltőjét, meg otthon hagytam, úgyhogy nem tudom feltölteni. Hopp, na, átváltott. Akkor mégis csak fel tudtam venni nektek egy zárást. Látjátok? Na és ezt nézzétek közben. Kisvasútra megyek hazafele, csak annyira sötét van, hogy semmit nem lehet az úton látni, itt meg közvilágítás éven nincsen, és az a pislákoló valami a háttérben, az a vasúti fénysorompó. Azt látjátok, igen, hogy most éppen átvált a pilosra, és ott villog a sorompó. Csak hát ilyen messze van, tehát addig el kell sétálni, és majd csak utána jön még a megállóhely. És éjszakai csendélet itt az Arborétum előtt a Földjén. Ott pislog a szemafor az előtérben, mind a kettő az átjárónál, de legalább mutatja, hogy merre kell menni, egyébként meg kurva sötét van. De eredményes nap volt ez a gödöllői kisvasút, de majd elmondom a megálló helyen, mert ott, ha működik a kivilágítás, akkor többet látok, és egy autó is jön szemben, úgyhogy mindjárt, ja, de nem, az lekanyarodott előtte. Ha még nem jár erre a kutya se. Mint hogy látszik, hogy igazából beton úgy sincsen, itt ilyen sáros földúton sétálok most. Ennyi. De legalább vonat se jön. Most átváltan a hirtelen pirosra nem tudnék szaladni, mert nem látok szinte semmit. Mert már nem hoztam zseblámpát. Még sejtettem volna, hogy ide még az is kelleni fog, de nem jutott eszembe. A telefontöltőt is otthon hagytam. Úgyhogy jelenleg ilyen 15%-on vagyok, és kikapcsoltam mindent, wifi-t, mobilnetet, mindent, hogy spóroljak az aksival. De azért az se semmi, hogy azért mekkora fénye van ezeknek a fénysorompóknak. Tényleg így a ledes, villogó fehér, és tényleg egy kilométerekről lehet látni. Tehát még az Arborétum kiáratánál az még egy jó, egy olyan 5-600 méterre volt, és látszott onnan is. És hát ahogy haladok egyre közelebb hozzá, látjátok, a régi izószálas optikának nem volt ekkora fénye. De ezt azért elég messzire lehet látni, tehát most nem tudom, hogy aki ezt benézi, meg nem veszi észre, hát az nem tudom, mit vezessen autó helyett. Háztartást maximum, meg szinte lehet, de villog, mint egy karácsonyfa az egész átjáró.
Sziasztok, akkor megérkeztem vissza Gödöllő állami telepekre. Ja, tehát hát körülbelül egy olyan, mindjárt meg is nézzük mikor. Hát egy 10 perc múlva itt lesz a vonat, azzal irány a keleti. Hát sikerült megnézni a Gödöllői kisvasutat, sikerült utazni vele. Sikerült oda fotókat csinálni, bár az állványom eltört, de azért ennyit még kibírta, hogy az egy-két képet még sikerült csinálni vele, úgyhogy ez egy eredményes nap volt. De azért itt a vaksötétben visszajönni a megállóhelyre, itt különböző erdei utakon, mert itt nagyjából az volt itt a túloldali peron mellett, ott látjátok, ott azon a földúton kellett jönni, mert nagyon más út nem volt, csak ez a forgalmas közút itt mellettem, de ezt sem mutatom. Hogy hát ezen meg, aztán pláne, mert járda nincsen. És én most is látjátok, hogy gyakorlatilag ilyen... Hát jönnek a kocsik folyamatosan, tehát ez egy... Nem egy kis forgalmú út, úgyhogy inkább jöttem itt vagy vaksötétbe az erdőbe. Ha már úgyis itt vagyok és várom a vonatot, akkor megmutatom nektek ezt a másik oldali peront is, bár gyakorlatilag ez ugyanaz, hát itt esőbe álló nem épült. Még ilyen műanyag, ilyen buszmegálló stílusú sem, mint amilyen szokott általában építéseknél. Hát a Gödöllő felé vonatozóknak már nagyon szerencséjük van, mert ott már volt esőbeálló, és az meg is maradt. De ide nem épült másik, mert valószínűleg még nincs akkora forgalom, ami indokolná. Hát esetleg, hogyha jön valami vonat addig és ameddig nem jön az a személy, amivel bemegyek a keletibe, akkor azt még levideózom nektek. De ez gyakorlatilag ennyi lett volna, közben vigyázok a telefonra is, mert már majdnem lemerül. És még jó lenne, ha lenne benne annyi erő, hogy még egyet tudjak telefonálni a keletibe, vagy legalábbis Facebookozni, és a vonaton sem tudom tölteni, mert pont a kábelt. Hiába van nálam powerbank, de a kábelt azt otthon hagytam. Mind a kettőt. Nem is értem, hogy ma az egyik, az mindig a táskavényén szokott lenni. De most valami nincs ott. És tegnap Szegeden még megvolt. Tehát reméltem nem az Intercity-n sikerült ott hagyni a töltőfejjel együtt a konnektorba. Mert akkor vennem kell még egy Type-C-s kábelt, mert sima mini USB, és az annyi van, mint a dög, de Type-C-sból meg alig. Hát látjátok, akkor közben itt sétálok a peronon, de hát ennyi, hát sok érdekesség nincsen, ugyanilyen peron, de többi. Valószínűleg rajtam kívül felszálló se lesz. Na hát akkor szerintem az a videó az ennyi lett volna, itt le is zárhatjuk. Ez a videó az ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, és hát többit azt tudjátok. Ha még nem tettétek, akkor fel is iratkozni, de csak akkor, hogyha tetszik. Ha nem tetszenek, akkor minek iratkoznál föl. Sőt, akkor nyomhatod a dislike-ot. Meg írasz negatív kommentet. Úgyhogy ennyi lett volna. Sziasztok!